Most, hogy sikerül fölgöngyölíteni az évszázad bűncselekményét, szeretném önökkel megismertetni az elkövetőket, az évszázad bűnözőit. Először a főnököt kérdezem, aki olyan elegáns, mint akit most húztak ki a szekrényből. Szeretném föltetőnek a kérdést, hogy járt-e már Magyarországon? Sí, Hungária. Balaton, Maxi, Mulerúzse, sí. Sopron, Kövida, Albert. Szép művészeti múzeumban járt? Conozco, szép művészeti, Lenin körút, Beolto Bello, Prader utca. És kikkel vette fel a kapcsolatot? Signor Colompare, sí. Signor Lakatos, Lakatos. Honnan ismeri Lakatost? Musica Academia. Elnézést, mit tud Raffaello-ról? Raffaello? Raffaello? No, non conosco Raffaello. Conosco Bettega, Mazzola, Rossi. Beckenbauer. Raffaello no. Töröcsi, Nyilasi. Raffaello non conosco, Raffaello. Na most volt önnél fegyver, pisztoly. Pisztoly. Pisztolyéze Fiorentina 00X, sí. A magyar elkövetőket is szeretném bemutatni. Az agytrözt, az évszázad bűncselekménynek agytrösztéhez fordulok először, aki az igazi Trebicset meghazudtolva válaszol kérdéseinkre. Hogyan került kapcsolatba az olaszokkal? Hát a... Totya mondta, hogy vannak balhé, lesz nagy balhé. Milyen balhé? Mondta, hogy nagy balhé lesz. A Totya azt mondta, na, volt balhé. Most más is volt ott? Na most más is volt ott, vagy csak a Totya? Totya ott volt, meg a Totya csak ott volt. Aztán ott volt az Ica. Ki ez az Ica? Hát őt az egész galeri meg... És az olaszokkal kapcsolatba került ez az Ica? Olaszok is meg... Most mit mondtak az olaszok, hogy mit akarnak? Balhét akarnak. De milyen balhét? Nagy balhét. De konkrétan valamiről csak volt szó? Mondták, hogy tablók kellenek. Most maga milyen tablókra gondolt? Érettségitől. Akkor a másik magyar elkövetőhöz fordulok kérdésemmel, aki mégiscsak hát mondjuk szellemi vezére volt ennek a vállalkozásnak. Maga hogyan keveredett az ügybe? Hát lementem a Pinyóval, lementünk a Pinyóval, és akkor mondták, hogy balhé van, hogy a Pinyó meg a Tunya mondta, hogy balhé van. Mondták, hogy menjünk le a balhé van, mondták, és akkor jött a Balta is, mondta, hogy a Tunya szólt, hogy a Pinyó nem volt ott. Hogy... Most a Pinyó nem volt ott, de az olaszok ott voltak. Az olaszok azok ott voltak, az olaszok, mert mondták az olaszok, hogy marad egy balhé lesz. Hogy... Most ígértek valamit magának az olaszok? Az olasz mondták, hogyha megszálljuk a balhét, nagy pénztet adnak. Vagy pénzt? Pénzt mennyi adnak. Mennyi pénzt? 20-30 ezer dollárt adnak. 20-30 ezer dollárt adnak. És adtak valami előleget? Igen, 50 forintot kaptak. Szóval azt mondták, hogy azt ad, amit láthassuk, hogy elásztunk óvatosan a zacskóba. Még zsírpapírt is tettem bele. Nehogy tönkre menjen az acskó. Most
ne arra, hogy volt már maga múzeumban? Múzeumban. Voltam, voltam múzeumban, amikor a két rendőr visszakísért a helyszínre, akkor voltam. Nemzeti kincseink védelme mindannyiunkra komoly feladatot ró. Most szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent Notre-Dame-i teremőrbrigádot. Miért vannak hárman? Adért vagyunk, Armon. Adért, mert én jól látok, ő jól hall, ő pedig ott van velünk mindig. Kínáltunk GMK-t, meg FTK-t, MGMK-t. GMK ortág ötöt múdeumát őridjük. Most hány helyen őriznek összesen? Minden helyet mi őrdünk Budapesten, így le tudtunk menni még fehér gyarmatra itt. Ott mi van? Ott hideg van nagyon. Őrizzük a hideget, hogy nehogy kihűljön. Na most ne haragudjon, majd megkérdem, az ön szeme hány diopriás? 32 dioptrium, de amikor leoltják a lámpát, este valamivel erősebbet veszek föl. Miért oltják le a lámpákat? Tehát világosnak kellene lennie. De amikor este van, a múzeum bezár, akkor leoltják a villanyt. Miért? Nem takarékosságból, hanem meg szokták kérdezni, hogy Laci bácsi akar aludni. Laci bácsi, hát nem fél a sötétben? Nem, alszom. Most valamilyen biztosító berendezés nincs ott? Van riasztó berendezés, mert amikor zajt hallok, mert a fülem jó. Bocsás, mert mikor hallod zajt? Tessék. Mondom, mikor hallod zajt? 32-ben gyaknak. Na most, ott a múzeumban, van sziréna. A riasztó berendezés, mert amikor zajt hallok, akkor elő szoktam venni a elemlámpát, amitől a macskák gyakran megérnek. Mert a Somosi azt mondta, hogy az jó a riasztásnak a zseblámpa. De most ne arra, hogy abban, de sziréna. Sziréna. Azt hallottam a szirénát másnap, mert jött a rendőrség. De most hogyan tájékozódik a sötétben? Én, mint a denevér. Na most, Lazi bácsi, ne köntöfazunk. Árulj el, milyen mélyen alszik? 30 méter. Na, nagyon. Laci bácsi, na most van arra valami biztosíték, hogy önök meg tudnak egyáltalán őrizni valamit? Van nagy biztosíték itt, hogy például a Hadtörténeti Múzeumban mai napig őrzünk 44 óta egy máig is harcoló német alakulatot.